Milyen rég hallhatták? Ez a közéleti elfekvő 36. adása az értelmiségi podcast, amely méltán világhírű arról, hogy itt mindenki megtalálja maga számítását, feldolgozza a szorongásait, kardinális kérdésekre kap tűpontos válaszokat. A tartalomból. Tömegek járnak szenvedni a töküres Balatonra, ahol Mészáros Lőrinc degeszre keresi magát. A helikopter az új jacht. Véres játék a sakk. Tovább a jövő heti lottószámok, öltözködési és életmód tanácsok. Péjá Gergelytől, M. Kovács Róberttől. És Velkovics Vilmastól. nézeket a kommenteket, fogyókúrás tanácsokat ne adjunk. Ne. Képzeljétek el, belekerültem a 444 képgalériájába, tusványosom. Kapitális spottingok, ez volt a címe. Fási Ádám is benne volt, Lévai Janikó is. Többen minél előnytelenebb kinézettel. Engem a két sógorom társaságában ábrázolta a 444 fotósa, úgyhogy hogy az előtérben egy ilyen nagy rakás micset komponáltak, ilyen gúlába rakva ezeket a hús rudacskákat, és mögötte én terjedek ki a, 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 a kétségtelenül, magam nem sovány módján, és valami olyasmi a, a kép felirata, hogy a, a Don't miss my, my Mitch vibe, vagy valami ilyesmit, tehát a Mitch érzésekre. Buddy shamingeltek engem, az alakomat egy Mitchhez hasonlított, sok Mitchhez hasonlították. De jelezték, hogy te ki vagy? Persze, persze, persze. Hát mint az én is egy ner lovag, vagy nem tudom, vagy az egyik kapitális spotting jelentem meg ebben. Ami uh -huh. kétségtelenül megtisztelő. Egész végig engem fénykép, vagy sokat fényképeztek engem lehetőleg, amikor sör van a kezemben, vagy zsíros a számszéle, vagy Uh -huh. Tehát minél előnytelenebb. Na. Ez El is egy szakma. Persze, persze. Mi össze, össze, is nevettünk, hát mégis kollégák vagyunk. És mit csináltok? Téged fényképezünk. Jó. Jó, ez nektek. <gül> <gül> ez a feladat. Ez a feladat. Igen. <laughs> hát ez most önéletrajzba ön illő a. Lehet hogy, elküld, lehet, hogy személyesen Soros Györgynek küldték az én fényképeimet, nem? És akkor ott nézegeti, hmm, milyen ellenszenves ez a káder. Na, mi kezdjünk egy jó... Nem küldtek soros képet? Nekem. Cserébe, akkor legalább tették. teszkós ma, Mit mond nektek ez a két női név, hogy Fatima és Ajda? Mohamed Ajda. Ez a Fatima nevű fiatal lány, a korok tegnap Fatima. Korok Fatima világbajnok lett. Na, nem semmi. Szabad merülésben. Megnéztétek 108 azt? 108 méter. 100, 104. 100, nem, nem, Mindegy, tök mindegy, 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 ott már. Igen. Egyébként nem tök mindegy, mert hát egyébként ott már méterenként elképosztó. változik minden. Tudod, őrület ez a elképosztó. család. Elképosztó. És, utána olvastam, hogy ő egy ilyen életmód reform, tehát 40 kilót fogyott, csak onnan Én most eszembe, láttam is egy fotót róla, egy korábbi ő maga rakta ki, Igen. hogy ilyen volt, ilyen lett kvázi. 40 elképosztó. kilót fogyott, és közben rákapott erre a mélységi búvárkodásra. Utána olvastam, ennek többféle ága van, képzeljétek el. Hogy van olyan, ez a statikus apnoé nevezető, amikor csak így behajtod a fejed a vízbe, és kibírja tovább. Tudjátok mennyi a világrekord? Férfiaknál 11 perc. Mennyi? 11 perc. Régen volt, az a mondás, 9. régen volt az a mondás, hogy egy ember kibírja három hétig élelem nélkül, három napig víz nélkül, és három percig levegő Nem. nélkül. Hát ehhez képest azért ez egy kicsit a többszöröse. Igen. mindenféle szóval. kategóriák vannak, hogy úszonnyal úszol le, vagy súlyjal, vagy nem súlyjal, mert ugye itt az ólommal tudnak merülni lefelé, de hogyha lerakod, lerakhatod az ólmot, és úgy jössz föl, vagy az ólmot, ez annak a csajnak az ólmot is fel kellett hoznia, mindenféle úszony nélkül. Elképesztő. Elképesztő egyébként. Is. Két perc, 47 másodpercig volt lenni is. Tehát, hogy lemegy, és még marad is? Nem. Tehát nem lemegy, annyi, leszakít hogy... egy ilyen cetlit, ott el van helyezve a megfelelő mélységben, tehát egy drótkötél mentén lemerül, letépi ezt a cetlit, följön, és bemutatja, hogy én nem voltam. De, ne, de magának kell. Értem, értem. Tehát ki felúsznia minden nélkül. A freestyle, tehát a legnagyobb királyság, amikor egy -e nagy vasdarabot fognak meg kézzel, van egy nagy úszójuk, és úgy mennek le, az 200 méter fölött van, 240 méter körül egy hírs nevű pasas. Múltkor beszélgetett róla, hogy 10 méterenként egy atmoszféra nyomással növekszik ugye, a vízbe, amikor a, Igen. a titánról beszélgettünk. Igen. Ami azt jelenti, hogy az a pasas az 22 atmoszféra nyomásra ment le. Azért az már szervezetnek se semmi. A... Egyébként tegnap pont ezen gondolkodtam, hogy rendben vagy szabad tüdős, de hogy tele tüdővel Igen. indulál? Igen. Ez egy érdekes el? egyébként, most ugye voltunk nyaralni, Uh -huh. Tudom, be is akartad hozni a horvátországi luxusutazásunkat. És jachtozott a romja. Hát ez egy dolog, de, hogy szabad szabadtüdővel nem, Nem, pont, 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 pont ez volt a vicces, hogy a gyerekkel így snorkelesztünk. És akkor a, mondtam neki, hogy hát mit tudom, két méter mére kellett lemenni az anyjának kagylókat összeszedni, akkor, akkor így mondtam neki, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha nem szívja el a tüdejét, mert akkor uh -huh. egyszerűbb merülni. Igen. De hogy tényleg ott is az volt, hogy az emberben már két méteren is olyan nyomást tol a víz, hogy azért az. az tehát hát nem tudom képzelni, hogy milyen az 220 méter. Én megnéztem, hogy egy 200 méter körül a tüdeje az egy teniszlabda méretűre megy össze. És ugye elkezd nyomja összefelé, meg nyomja, legelőször a kezekből, meg a lábakból nyomja ki a vért, Igen. és az ugye megy a törzsed irányába. És egy az a veszély benne, hogy egy idő után azért, hogy ne roppanjon össze a tüdő, ezért ez a nyirok, nedvek elkezdik megtölteni a tüdőt mm -hmm. belül. És ebből van a baj felfelé. Elképesztő egy sportág egyébként, tehát nem tudom. Igazi extrém sport. Az mert abszolat. lefelé ez a vasdarabos csóka, és akit mondasz, ez gondolom repül szinten, mert húzza ez a Igen. vacak, de fölfelé csak kell szinteket Húsznia tartania. úszni. nem tart szinte. Ugye, az akkor kellene, Hogyha ő venne lent közbe levegőt ezekből a palackokból. Igen, igen, igen. igen. Mert uh -huh. ugye, 100 méter mélyen 10 atmoszféra levegőt beszívna, az azt jelenti, hogy nem egy normál tüdőtérfogatott, hanem 10 szív szívben, mert annyira tágul uh -huh. ki fönt. Uh -huh. Tehát azért veszélyes csak. Na mindegy, innen is gratulálunk neki. Így van. És ki Ajda, mert oda nem jutottunk el? Ajda, ez a, a Szabad Tüdős Merülő Nemzetközi Szövetség. Áha. Ma is tanultunk valamit. Na. Háború, ide vagy oda, és tehát. Fi és, és, és fina is van. Tombolag. Vagy már nincs? Fina már. Fina itt lesz Budapesten. Ide költözik Igen, fina de ugye már nem így hívják, hanem World Aquatics. Igen? Igen. Az, Az annak a megváltoztatót? Így van. Így van. Én azt hittem, hogy ez egy új szövetség. Így van. Egyébként szerinted van abban valami összefüggés, hogy akkor sikerült idehozni a, amikor a, gyárfás... a szövetséget, amikor a gyárfás már nincs képben? <laughs> Szerettük volna behívni egy Tamást a napi aktuális műsorában, sajnos egyéb elfoglaltságai Elfoglalt. miatt. Nem De lehet, lenni. hogy ide talált volna. Ebbe a házba. Ebbe a házba. Robert, mesélj kérlek a, a luxus utazásotokról, hogyan jaktoztatok a festői Horvátországban. Olyan nem? helyen voltunk, ahogy jaktott, nem is láttam tulajdonképpen. Illetve nem, ez nem igaz, mert a zárai kikötőben, Ahova van negyedik Béla király menekült a, a tatárok előtt. Ja, de várjál, azon a szigeten voltatok, mondta a Vili, hogy ott ilyen sós, sós sajt, vagy mi a fene készül? Igen. Igen, igen. Remek, remek, remek. Viszont azt, azzal harangoztat be, hogy ott hogy te kérdezgetted, hogy hogy terelik a kecskéket, igen. és ott azok nem íznak semmit, ő, sem csak tenger. Figyelj, egy kecskét az életben. Birka. Birka. A tányéron. Ott igen, de egyébként nem láttam birkát. Van birka. Hát abból készül a, a sajt, sajt haszva, abból készül a sajt. Az a tejből készül. De, de a birka tejből. Igen. Na. Tehát az, az az ha töké, van sajt, akkor kell töké. lenni őszinte is. Legyek, ilyen Ez ilyen a dedukció ten... módszer a logikában úgy hívják, hogy sajtból következtetünk vissza a birkára. De hogy én, én, én nagyon szeretem az ilyen tengeri herkentyűket, mm -hmm. és az, hogy náluk ilyen, nem tudom, ilyen... Utána dobott szemét kajló, azt én azért, hogy. Na, Lágítsd Fekete kajló, uh, az, az milyen film. Zseniális. Tehát úgy vártak minket, hogy egy kiló kajló fejenként. Azért az úgy rendben. Tehát ami Magyarországon kvázi luxus. Figyelj, Horvátországban a, 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 a pizza drágább előéta. volt. A pizza drágább volt, mint egy kiló kajló. Képzeljétek el, mint Szlovéniából átruházom. Egyébként, bocsánat, csak egy mondat erejéig, tehát A, itt van például Jakab Péter, aki mostanában mindenhova elutazik. Együtt nyaraltatok? Nem, és mindenki, mindenhol megmutatja, hogy mennyivel a, a románoknál minden, mennyivel román... Menjen már -e ki Horvátországba azért. Tehát ott ez az euróbevezetése bevezetése azért egy kicsit odavert az áraknak. ezt több országban elmondják, de hát, Jakapéter ezért... nem a valóságot kommunikálja, hát hanem tudjuk, a hát. politikai érdekét kommunikálja. Úgyhogy hogy azért kicsit menjen ki, mert tényleg... Mennyi egy sör zadárba kikötőben? Na, ezt, a, ezt még el akartam nektek mesélni. Új, új kedvenc van. Egy horvát Melyik ipa. Az? Úgy hívják, hogy pozoly. Egy ilyen sárkány fej van, mm. ilyen stilizált sárkány fej van az üvegén meg a dobozán. Olyan finom, ilyen citrusos ipa. Na azt kérlek szépen, ha jól emlékszem, akkor a négy decis korsó volt 4 euró. Ü. Az mondjuk egyébként itthon is van olyan kocsma, ahol ennyiért az kapsz 1100, egy átlagos 200, ipát. Kell, 1600 166, Igen, hát 1500 mondjuk, már. Tehát hogy itthon is van olyan söröző bárhol, ahol, vagy egy csomó, ahol átlagosan mondjuk ennyiért kapsz egy, egy ez átlagos Ez valami kis üzemény, nem? Egyébként igen, ez egy kézműves, kézműves hmm. sör. Hát ilyen, de ilyen árban voltak, tehát hogy ilyen három, kettő, De ez, három, ez magyar átlag négy. így is. Így van, így van. A... Csak hát azért... már sokan elmondják, hogy most mindenki horvátországban megy, mert Balatonon már megfizethetetlen a sajtos tejfölös, a Én magyar, nem tudom, a magyar mert, valuta. Nem tudom, mert felé, mondjuk lángost az ember kevésbé kap, de mondjuk egy többé csevapot, csevapot lepényben Ú, az azért azt szerintem egy ilyen két balatoni lángos áráért veszel uh -huh. Nemrég voltunk a római fürdő strandon, amelyik itt a szentendre út mellett terül el, 2200 forint egy sajtos tejfölös lángos. Hmm. Hát jó, de az a római fürdő. A Velencei tónál 1400 forint. Na, hát, de azt mondjuk csak, hogy mindenki drágája, hogy a Balatonon 1000-2004 Budapesten, a római strandon, ez nem egy különösebben luxus strandán. Ez Na jó, de én... akkor ha már bellen volt a felvezetődben, mi a franctól van tele a Balaton? Nincs tele a Balaton. Nincs. Legalábbis ha olvasod a Balaton, ha olvasod az ellenzéki sajtót, azt látod, hogy konganak az ürességtől a szállodák, uh -huh. amin Degesztre keresi magát mészáros uh -huh. Lőrinc. Mondjuk én nem tudtam a családomnak apartment foglalni Eben. sehol se a Balaton környékén, úgyhogy mi nem megyünk a Balatonra. És, és éheznek a lángos, ez a tízezer forintos lángos. Egyébként, ha már az előbb említetted, ez... nyilván ez egy furcsa párhuzam lesz a dedukció módszerét, ugye, ahol fizetőképes kereslet van. Tehát, nem hogyha nem. a római parton 17 ezerért akarják adni a lángost, mert van, aki megveszi, akkor azért annyit fogják adni. Tehát ez nem a tejfölára, meg a előállítási költség. a római miatt alakul partot, így. A római strand, 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 igen. Hát így van, a 4 Jóda, millió egy... éhező Magyarországán. Na jó, de a strandokon egyébként is 30 éve drágább minden. Persze. Na jó, de az tele van kalkulálva, így van. Nem, én szoktuk emlegetni, ugye, amikor megyek a Velencei tóhoz, nem akarom behozni, zárójel, szőlészkedni, akkor szoktam mondani a feleségem pénteken, szombaton, vasárnap, hétfőn reggel, hogy úgy induljak el, hogy még a éhezők ne induljanak meg a Balaton Igen. felé, mert az M7-esen akkor várok egy-két-három órát. A Ceglédi összeolózta a Telex, vagy a népszavának a napi minden szar, egy napi minden szar híreiből. Olvastátok azt Igen. a Igen. megállapításait? Zseniális. Ide idézem. Szeglédi doktort. A néptelen tömeg tolongban nem vásárolja különösen drága dolgokat, amik olcsók. Majd a hosszú sorokban senki nem áll, pedig rengeteg magyar külföld és külföldi magyar tehetné meg, aki itt van, de nem jött el. Minden elkelt szállás kong az ürességtől, ami mészáros lőrnész degesztre költségeli magát, a családok az éttermekben a hűtőtáskából konzerválják ki a szovjet nyomor de hát nagyjából ez történik. Nagyjából ez Pontosabban téti. ez történik az ellenzéki kommunikációban. Szívban. És csodálkoznak, hogy lemennek, Gyurcsány Ferenc, Fekete Győr Andrással közösen lángosozik, vagy bittain, fánkot süt, vagy fagyiznak, nem tudom, és csodálkoznak, hogy az emberek nem a valóság amikor... nem ugyanaz, mint az ellenzéki politikusoknak. De amikor a, a bocsánat, én értem a minden tehát ezt már többször megbeszéltük, ezek azok az emberek, akik visznek magukból egy zacskóba egy kutyaszart, és amikor kezdi jól érezni magát, akkor vele szabad. Szippant egyet. De hogy ez a mindenszarizmus, amikor uh, a momentum úgy bont kordont, hogy egyébként a kormány sopronban ülésezik, vagy amikor ezek a debreceni takonypócok beülnek egy olyan irodába, ahol egyébként... Ami üres. Ami üres, és nem a polgármester. De nem ülnek az irodába, én, az, ajtót elfoglalják. Elfoglalják az ajtót. Tehát amikor tehát a polgármestert nem tartják föl, viszont az összes többi hivatali alkalmazottat igen, akkor hol van ez a minden szarizmus? Tehát ak akkor ez így nem jön hát Ebből is összevonhatnánk egy hírt, nem? Az Eheti ellenzéki termésekből. Tehát a, a szabadságra ment Pankotai Lili és barátai lefóliázott bibliákat osztogatnak a Debreceni önkormányzat sütőjének ablakából. Ez a... Egyébként ez a könyvosztás, ez vicces. Tehát, hogy a gyermekvédelmi törvényben ugye az van benne, hogy nem tehet semmiféle nem változtatásra ösztönző, Igen. eltérő szexuális irányultságra ösztönző ö, termék, azt pozitívan beállító vagy arra ösztönző terméket, nem adhatsz 18 év alattiaknak. Erre ezek az okos egyetemisták kiállnak egy Libri elé, és elkezdenek ilyen tartalmú könyveket osztogatni. Tehát, hogy itt is kiderül, hogy akik ezt az egész gyermekvédelmi törvényt tiltják, azoknak fingjuk nincs, hogy mi van benne. Mert odaáll, és ő maga a törvénysértő. És ha elvitte volna őket a rendőr, akkor most baromira meg lennének sértődve. És várták, hogy elvigye őket a rendőr. A valószínűleg erről szól, csak hát igen. Tehát, de az sem egy állapot, hogyha azért, mert várják ő, hogy elvigye őket a rendőr, a végén senkit nem vizel a rendőr. Tehát, hogy azért rend sem ártana, ha lenne. Erről sokat beszélünk egyébként, az én, a, a, de én is az vagyok. Az előbb Na. egyébként éppen az általad behozott kordonbontás esetében is beszéltünk már erről, de Brecen esetében is valóban, hogy uh, Mártírt akarnak, tehát minden olyan helyzetet hatház Jákos is elő próbál idézni, ahol Mártír csinálhat saját magából. A Szerintem helyes reakció egy ideig, hogy nem csak engedjük a... meg, hogy Mártír legyen, de ugyanakkor valóban hol van ennek a vége. Csak ennek az idiótam nem fog eszembe jutni, neve. ennek a tüskehajó izé lángos képük gyereknek, aki ott a debreceni momentumosoknak a kóri. Ja, az azt én is. Tehát, hogy az ő politikai nyilv, véleménynyilvánítási szabadsága. Miért írja felül azoknak a munkatársaknak a személyi szabadságát, akik be akarnak jutni a munkahelyükre? Mert diktatúra van. De hát, ha diktatúra van, akkor miért nem megy oda a két rendőr, az fogja meg a fülénél fogva ezt a takonypócot, és húzza Mert Mert diktatúra van. Hát az a. Az, Azonnal, a kezdem hát azt érezni, hogy ez a diktatúra nekem elég puha. Tehát kicsit lehetne ezt én hívják én ez úgy? Na, nem Nemrég olvastam erről egy komoly könyvet. A Spin-diktatúra uh -huh. arról szól, tehát olyan diktatúra, amelyik nem viseli magán a diktatúrának a jegyeit, tehát nem vernek meg a rendőrök embereket, nem hurcolnak senkit börtönbe, bárki szabadon beszélhet, bárki szabadon gyakorolhatja a vallását, és mégis diktatúra van. Bartus László spin. kívánhatja a köztársasági spin elnök diktatúra. halálát és a Facebook- ez Majd nem mondtam, hogy Itt élünk, mérteni. itt élünk, hogy még a rendőr se viszel Egyébként ez egy érdekes szint a Bartus László, az amerikai népszavának az a én, csak akarok már szerkezetet kikeltem, vagy kétszer már Azt keresem, ezt a Igen, szót, de, nem, de én direkt kerülném a jelzős szerkezeteket. Tehát, nem, tehát, van az a szint, amit nem értem, hogy miért kell megemelni, vagy miért, miért, miért rakunk. Hogyha Tudod a Bartus miért? László cikkeinek azért... szemléje nem lenne ott a Mandineren, akkor nem látná senki de látos, Bartos Bartus De Láttad, nem a Facebook bejegyzésre, mert tehát nekem ez az egyetlen bajom. Nem követlek. Le, nem. Ja, Bocs. Azt gondoltam, hogy a, a Wikipédián Bartus László úgy szerepel, mint újró, újságíró. Ja, ja, ja. Jó, hát mondjuk van még pár író, újságíró. 62-szer díjazott, mit tudom én mivel. Hát én is díjaznám. De a, nem a de, a meg, de, díjaznám. de a saját Wikipédia oldaladat te is szerkesztheted. Képzeljétek el az Minden odaírhatsz. Minden odaírhatsz. Minden Az enyémet letörölték. Nagyon helyes. Amikor volt az a, ez az interjú. Ez Hiszen jobboldali diktatúra Diákparlamenti parlamenti gyerekkel, uh -huh. akkor utána kaptam egy értesítést, ott ilyen három, egy informatikus gyerektől, hogy ők összeültek testületileg, és úgy dönt, ők a magyar Wikipédiának a nem tudom milyen bizottsága, és úgy döntöttek, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy Wikipédia oldalam lesz, és azt meg letörölték a Wikipédia oldalamat. Na, de ez de ellenben el el milyen... ott vagy a 444 képgalériában. Te Én nem te... értem, hogy mi a problémát. Tehát Baranyi <laughs> Krisztina miért nem kérdőjelezi meg, hogy bartus László újságíró? Miért csak a PS munkatársaitól kérdezik? Innen üzenem az MCC fest -re, aki kimegy, ott lesz egy kiváló vita erről, ki az újságíró, és ki nem. És kik, ta, kik a Mikor lesz az MCC vőj? Fest? Ma, ma kezdődik. Csütörtökön. 16 óra 30-kor kezdődik. Siffer András a Csuha Ildikó, nem tudom, többen egy ilyen négy-öt személyes panel. Uh -huh. Tök érdekes, én kimegyek. Karácsony Gergely testhez álló feladatot. Itthon voltatok a hétvégén egyébként? Igen. Forma egy alatt? Testhez álló feladatot talált magának. Elirigyelte szerintem VV Auréliónak a teljesítményét, és Karácsony Gergely is vad helikopterezésbe kezdett. Hogyan ide az Aurélia? Na hogy? A helikopterezés, mint ige, Szerintem nem. Az, az, a helyzet, hogy Robi egy, hogy, mondjam, tehát Robi benne van abban a szubkultúrában. már, ismerem Gergőt egy ideje, ő ilyen mélységekben nem merül, hogy tudja, hogy ki az az a VV tudom, hogy ki csak hogy hogyan mivel lett híres. Hát hogy is mondjam, ő, ő, egy sajátságos rotort használt a helikopterezéshez. Egy olyan sajátságos... Beállt ami a szoba nincs. közepére. És pörgette. Ja. A lompost. És ez volt a... És ez, erről ismerjük, tehát a Vivi Aurelio a... Na, de biztos, hogy benne, hogy neki viszont... ez lesz föl. Jó, de neki viszont... biztos, hogy van Wikipedia oldala. Az biztos. Ne Tudjátok, hogy mi ezzel a baj? Hogy most... Tehát én alapvetően egy ilyen vizuális típus vagyok, és most, hogy a karácsonyt helikopterezéssel kezdted el emlegetni, azért van bajnak. Akkor is tudnánk egy hírt karácsony Gergely a Hungaroringen helikopterezett. Mint vi... De egyébként ugye nem helikopterezik, csak neki most már hogy milyen... Fáj. Igen, tehát hogy szintet lépett. Tehát eddig csak a közúti közlekedést akartam tönkrevágni és ve... korlátozni, most már a levegőbe emelkedett. Mert a... hogy miről Mi a baj? Tehát arról szólt, hogy ugye Buda Nem adom, mi a baj az, hogy egy kétmilliós nagyvárost kellene irányítania, és nem megy neki. És minden baromságot kitalál, hogy... És az bizony, az egy város, a, a városban bizony zaj van. A városban autók vannak, a sugárutak és a körutak azok arra vannak, hogy levezessék a forgalmat. Nem arra, hogy biciklisávokat alakítsanak ki. Repülők mennek fölötte, és... itt a <laughs> Tudsz, fölötte fölött is. Olykor helikopterek is. És nem permetező helikopterek, még bár egy... hogyha sok méreg előtt telepít, akkor egy idő után permetező Tehát helikopterekre új, is szükség Úgy érzed, hogy H-Andrási magasságokban emelkedik? Édes Istenem. Még, még egy kérdésem lenne, hogy. Azt tudja Karácsony Gergely, hogy a Hungaroring nem Budapesten van, hanem a én... ródon De, hát, És jó, azt tudja, hogy ezekkel a, helikopterek. a helikopterekkel nem csak, nem tudom én, VIP emberek mennek, hanem Louis Hamilton is. Azért amikor a Lewis Hamilton ne fölül a, fölül Lewis, a, fölül jutsz, a Ferihegyi, Feri Ferihegyi különböző buszjáratra a szoknyájába, Azért azt, azt megvárnám, de tényleg. Én is. Tehát, hogy a, és ak akkor, aztán a szövetséges éjásnál kell Karácsony gergeit, hiszen Luis Hamilton, egy, <laughs> Lewis Hamilton egy, Hamilton <laughs> Hamilton egy bátor, bátran az LMBTQ Így jogok van. mellett kiálló világsztár. Nem? Hát járjon, menjen riksával, bicikli utaink már úgyis vannak, azt remekül el lehet foglalni riksával, e nem? Ezekben a há új három és fél méteres széles biciklisábokban még el is fér a riksa bőven, uh -huh. most kialakítottad, hogy de ki ki lehetne tiltani a szirénázó mentőket is, nem? Vagy a egyébként csendben kérdezem meg, hogy az az amikor majd augusztus 20-án, meg egyébként minden ilyen nagy tömegrendezvényen Budapesten a rendőrségi helikopterek is járőröznek, azokat, azokat is ki akarja is. majd tiltani? De hát a. a Légi hogy mondjam, Ukrajna fölé a háború ellenére nem sikerült légtérzárat vonni, de karácsonynak Budapest fölé fog sikerülni. Igen. Ugye az úgy fogalmazott, hogy néhány ember kényelme érdekében egy egész városnak kell feladnia a hétvégi nyugalmát. A hétvégi nyugalmát Budapesten. Aha. Egyébként a hétvégi nyugalom az szintén ott van az M7-esen. Minden hétvégén a budapestiek. Kipróbálnám egyszer, nem laktam soha azon a környéken, de hogy mondjuk a Rákóczi út mentén lakók, vajon a forgalom zajától hallják-e a helikopter? Hungária körút környéken. Tehát hogy, hogy, hogy valami eljut egyébként a helikopter zajából a valószínűleg rommá hangszigetelt ablakok mögé. De még ha nincs is román hangszigetelve, tehát ez megszokás kérdése, vagy nem. Tehát szoktam rajta gondolkodni, mikor a körúton megyek, hogy nem tudnék szerintem egy De percet sem Budapesten élni. Mindig, mindig úgy szoktuk emlegetni Karácsony Gergelyt, hogy ilyen hiperpasszív polgármester. Nem, ő, ő, egy hiperaktív, csak az a baj, hogy ő ilyen pótcselekvésekben Abszolút pótcselekvés. Igen. Tehát, hogy ami pótcselekvést ki lehet találni, azt ő kitalálja azonnal. Amiben viszont meg kéne szólani, hogy hol van az 500 millió, például, abban meg nem szólal. Meg. De látod már, Hávastátok megszólal, a megszólal helyette a Szili Laci. Így van. Szili Laci, aki egyébként remek könyvet írt a házi kisállattartás rejtelméről. most Karácsony Gergely. Forgatókönyv neked is a, a, a őt. tengeri malacok. A élnek még a tengeri malacok? Nagyon jó vannak, köszönjük jó. szépen. Nagyot nőttek. És követlen. még mindig ketten vannak? Ketten vannak, igen. Tehát, Meddig nem... még, mert ahogy hallottam, az egyik az igen, nem. közel került a másikhoz, nem? Nem, úgy nem, legalábbis, legalábbis a... Tehát én... LNBTQ hölcsögök, vagy még? LMBTQ malacok. <laughs> malacok? Nem, a doktor Vilmos megvizsgálta a tengeri macokat, és én úgy látom, hogy még virgó intakta. Okay. <laughs> 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 Hasi ultrahang is volt? <laughs> nem, ez úgynevezett rápillantásos <gül> módszerre <gül> dolgozom. Na, ezt elolvastuk, az 444 egy kiváló cikket írt, egy védőbeszédet írt Karácsony Gergely, hosszú, nem tudom, 20 ezer karakterben, egy hosszú cikk, hogy miért nem szabad tulajdonképpen Karácsony Gergelynek reagálni a, azokra a kérdésekre, hogy mégis hol van az 500 millió forint, ami a mikroadományok. Kint vagy nem vagy. Tehát még a Szili is azt mondja, hogy olyan nevetséges állításokat fogalma, amikor néha megszólal, akkor olyanokat mond, hogy még a saját szövetségese is kiröhögik. De hogy egyébként jobb lenne, ha nem szólna egy szót se. Azt mondja, hogy karácsony bármi érdemi állítást tenne, az a további muníciót adhatna a politikai ellenfélnek. Tehát az igazság, ha elmondaná az igazságot, azzal az a baj, hogy az politikai muníciót jelent az ellenfélnek. De ezek tulajdonképpen a... köszönjük meg Szili Lacinak, hogy ezek szerint a gyanúinkat megerősítette. Tehát ha ő is úgy tudja, hogy ha Karácsony Gergely elmondaná az igazat, akkor politikai muníciót, az azt, jelenni, azt jelenti, hogy akkor ő is úgy tudja, hogy Karácsony Gergely sáros. Tehát ez egy beismerés? Nem. Tehát ha, ha lenne olyan, amit el tudna mondani, és azzal nem adna, Muníciót a politikai ellenfeleknek. Ha akkor az jelenti, azot... azt jelenteni, azt hogy ők minden törvényesen csináltak. Ami persze lássuk be az ország körbe röhögni, hogyha ez kiderülne. mert... Jó, csak ezt a javaslatot, amit a Szili megfogalmaz, akkor innentől kezdve vetítsük de, el. Ugye ez a politikai ebben kommunikáció sajátja? Azért az, 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 az Nem, hanem hogy egyáltalán ne kommunikáljanak a politikusok, az egy, az egy szép világ lenne, nem? Érdekes, egyébként, amikor a kormánytagok velük nem kommunikálnak, akkor ez baja. De még ez se igaz? Tessék, ott van a kormány hogy... most csütörtök délelőtt van, délben. És ez hát, az, az a kormány infó, meg. Nem, a, teljesen a saját, saját, tehát Orbán Balázsnak a Facebook posztját szeretném mm. ide emelni Tusnád fürdő után, ahol Hatszor ő maga írta, hogy 9 kilenc darab ellenzék nyilatkozatot adott, és nulla darab mondjuk az, hogy konzervatív vagy kormány. Jó, hát karácsony Gergely nem tudná adott. azt mondani bárkinek, amikor kísértál, hogy most jöttem a miséről. Tehát ezt lássuk be. Ti se? Tehát, hogy... Mi se. Szóval... De... Tagja vagy még annak a csoportnak? Melyiknek? A szörnyű szó viccek? Onnan is kivágnálak. Nem csak a Wikipédia oldalat <laughs> vetném <el. gül> Azt tudod, hogy mi a szovjet gépjárműipar és a szépirodalom között a rokonság? Na. Hát van a jobb lada, meg van a bal lada. A lada mindig jó. Én volt egy kollégám a Zsaru magazinnál, innen is vezd a Lacit, neki voltak ilyen. Igen. Már szolicei. most behozhatnád egyszer adásba, annyit emlegeted. Jó. Ezt már mondtam itt, a. Mert hogy, igen, hogy igen. hívják a tojás. El. Jó, akkor é. hagyjuk. De szar ez a szenilitás. Na, azt is mondja a Szilim, hogy el fogják fogadni a szavazói azt, hogy a Fideszt kavarás nélkül lehetetlen legyőzni. Tehát Karácsony Gergely Dolgoznak vagy, ezen. De egyébként ezt akartam az előbb mondani. De akkor mondjuk ezen, ki, hogy ezt tényleg úgy, vagyunk. hogy csalás. Szerintem ezen túl vagyunk. Uh -huh. Szerintem ezek évek óta túl vagyunk. Tehát hogy. Nincs, olyan eszköz, ami ne lenne bevethető a Fidesz leváltásáért. Ez az ellenzéki program. Érdemi munka kihúzva, tisztesség kihúzva. És ezt a saját buborékjukban Abszolút évek óta elfogadták. Szerintem ezen régen túl vagyunk. Tehát, hogyha ha Karácsony Gergely úgy lenne... úgy lenne miniszterelnök, hogy lelövi Orbán Viktort, akkor a saját buborékjában azt is elfogadnák. Lásd, Bartus Laci tapsolják a Novák Katalini mondatáért. Így van. Tehát, hogy Mondjuk ez a csalás a választás nyerni, erre volt már példa 1948-ban az úgy zogenán, te kék cédulás választás. Ezt bármelyik momentumosnak tedd már fel ezt a kérdést, hogy mondjon két, két, két mondatot a kék cédulás, cédulás választásokról. Mi van? az az 1948? ban <laughs> Eleve a kékhez nem értenek, csak a lilához. Tehát, hogy... Azért ez a szíli, azt kell mondjam, ha végigolvasod azt a cikket, akkor tulajdonképpen azt érzed rajta, hogy, hogy ki valahol kiadták a kilövési engedélyt. Nem tudom, én nagyon sok mindenben egyébként egyetől kérteni. Nem csak ezen e cikken keresztül, úgy általában a, a Szirilacinak több gondolatával. Nagyon jó egyébként a kis állattenyésztésről szóló könyve, ezt nagyon ajánlom, hogy megvettem a gyerekeknek is, nagyon jókat nevettek rajta. De azóta is te, te, tartod a De ennek, ennek segi, a könyv segítségével sikerült megfúrnom például a sündisznó tartás. Nekünk volt sündisznó. Az a fehér színű? Fe, törpe, mi az? Afrikai, Afrikai törpes. törpe. Afrikai Mert a Szilli Laci, amikor leírja azt a részt, hogy valami sündisznó, egy állatorvos beírt neki a sündisznóval kapcsolatban, hogy az ő sündisznója, ugye van az a mókus kereke, igen. és így rendszeresen beleszart a és utána kipörgette, és körbe a plafon, a falak, minden, Jó, ez egy barokos valami hasmarsa volt a sündisznónak, az ilyen kis még célozni is tudott vele. Amikor elolvasták ezt a gyerekek, akkor letettek a sündisznó. meg egyébként nekem volt családba korábban, Ilyen törpesű, azért tök jó, mert nappal nem látod, éjjel viszont folyamatosan az Az jó, nem tudsz aludni egy percet sem. tudtam tőle. Egy darabig ágyba is berakta a feleségem. De nem csak egy 10 percre, nem azzal, ahogy <gül> <gül> Amíg ott a hogy helyet, Helyetted? amikor takarítottam a ketrecét. Azt mondtam nektek, hogy mutattam nektek a Redditen ezeket a fiktív magyar település neveket? Mesterséges intelligencia. És a színsárkányra hát, jutott eszembe egyébként. Kiskombüdös fügykös. <laughs> <laughs> ja, de hogy akkor ezek fiktívek. Fiktív, Igen. Jó. Jász bivaj hónalja. Dunaböszörmény. Bivaj basznált puszta. Iszapszentgilisztás. De most ne olvasd fel az összeset. Nem de, mélyen. figyelj csak, mert egy gyékényes, De olyan, van, olyan van. Az a hollywood, egyik Hollywoodus számba is benne. Nem, az örményes. Örményes. De ment a hollywood örményesre. Igen. Bordélyos is lehet. Oh. Hm? Minek, kell, minek kellenek ezek, amikor olyanok is vannak, hogy pornóapáti. De ez tökéletes. Heréd, meg, meg bugyi, de ezek már lehet. Igen. Gyorsvonat maximum közlekedik készítettem. Um, Gyors vonat közlekedik bugyinált sáriba. Egyébként pornóapátiról az jutott eszem, hogy arra felé voltam katona, sorkatonai szolgálatomat ott töltöttem, és akkor... El nem, esély, a... El nem esélyt, Robi. nem hogy milyen kalandod volt nem, Jött, jött a, jött, a, valószínűleg német turista, megkérdezte, hogy szombathelyről melyik út vezet pornóapátiba. Mondtuk, hogy hát majd ott kell kimenni, és akkor kettő és fél óra múlva jön vissza káromkodna, vagy keine, keine sex shop. Na, akkor elmesélem a sógornőm kalandját Erdében a, a Melyik út vezet Kiskadácsra Kis Kadácsra című kér. Feltette az öreg székeinek, tévedtünk egy kicsit, és a sógornőm, a sógornőm az elő, első kocsiból letekert az ablakot, és megszólított egy bácsit. Jó napot, bácsi, melyik út vezet Kiskadácsra? És bácsi ránézett, nálunk az utak nem vezetnek sehova. Itt mi magunk megyünk. <sítható> Jó. És ezzel elhajtott. És akkor egyben erre ráfűzném a saját kalandomat is a Tusnádfürdői fürdői taxisofőrrel. Képzeljétek el, hogy jó, ismeretlen szám, visszahívom majd. Jöttünk föl a Tusványosi Fesztiválról, aznap este Csíkszeredába volt szállásunk, és az egyik sógoromnak nemrég műtötték a térdét, a másiknak meg ilyen porcleválás van a térdébe, tehát két sántával jöttem, és úgy döntöttünk, hogy taxival fogunk menni Ez a két sogorod támogatott téged, amit csalom előtt is a fotó? Igen, igen, igen. Nagyon kiváló ember mind a kettő, innen üdvözlöm őket. És megláttuk, hogy ahol átmegyünk ott a sineken, ugye van egy híd, átbalogunk a sineken, és két taxi állt a tűző napon. Dácsi a taxik, fekete-fehérek, Letekerve az ablak és egy lélek hogy sehol egy taxisofőr. sofőr jött, jöttek, mentek emberek, nagy tömeg volt, ültek a falat, áldogáltunk, ott, nagy bután nézegettük, kinyitottuk a. Hol lehetnek a sofőrök? Ne? Mondták, biztos kávéznak valahol. Kinyitottuk az ajtót, hát ha megszól egy riasztó, semmi, senki nem jött. És ott volt egy kávézó, hát gondoltam, hogy bemegyek, megkérdezem, hogy nem látták. Abban a pillanatban a csikorgó Gugika megérkezett a harmadik taxis, és beállt a sor végére. És kintegettünk neki, aj, de jó, hogy itt van, vigyen már el minket Csíkszeredába. Ú, azt nem lehet, mert őt megverik akkor, mert itt Romániában az a szabály, hogy az első taxiba kell beszállni. Hátok neki, jó, hogy beszállnánk, de itt állunk öt perce, és sehol egy taxisofőr. Hát hogy, hogy nincs taxisofőr, hát ott ül. És mutatta, tőlünk négy méterre két ember ült a fűben, és kisült, hogy az a két sofőr. Jó, te mentem hozzá, jó napot kívánok maguk, ki ez a két taxi, igen. Hát és végignézték, ahogy itt tipródunk a kocsi mellett, és nem tudunk beszállni, rám néz a székely, azt mondja, hogy nem néztük, mi beszélgettünk. <laughs> ez a Egyébként sajátságos szolgáltatói. Talán, igen. igen, de nem szóval Budapesten is az első kocsiba kell beszállni. Hogy nyilván emberi nem verik össze egymást, vagy mit tudom én, de... De ezt mondjuk, nézd. én nem néztem, hogy maguk ott tipródnak. Mi ketten beszélgettünk. Ez a, Elfogytak az érvek. Így van. Én, Na, gittem, én, tök, én ezt, ezt, a székely higgadságot. Igen, igen, nem, nem ideg így bajosok tőle. egyáltalán. Na, még gyorsan az Ukrán Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságárnak az elnökéről Jó, beszéljük hát egy igen. kicsit. Nemzetbiztonsági Védelmi és Hírszerzési Bizottságának az elnök helyettese. Hát úgy tűnik, hogy itt a nagy háború közepette, neki, ő csinált magának egy kis szabadidőt, Egyik elutazott június 5 és 22-e között Ukrajnán kívülre. Azt mondta, hogy először Lengyelországba ment, ahol három, napokon, három napon keresztül a Litván kormányjal tárgyalt, majd utána hirtelen lebetegedett táppénzre ment. Július 10 től 19-ig, tehát 9 napon keresztül beteg szabadságot vett ki. És hát elég erős a gyanú arra, hogy itt valószínűleg valami suskus lehetett. Föl, ja, föl vannak töltve rendesen a táppénzes napok ebbe az elektronikus nyilvántartási rendszerbe. ukrán EST. Ez ukrán EST-be rendesen, hogy beteg a csávó. De hát közben feltűnt a Maldív szigeteken, de hát miért az ukrán orvosok nem mehetnek nyugatra? Lehet, hogy az orvosok után De már. ő nem. <laughs> ja, hogy a házi orvos elutazott a Maldívra. Levegőváltozást írtak föl neki. Igen. Igen. Valami asztmatikus tünetre. Egy ötcsillagos luxus hotelben szállt meg, ahol a legolcsóbb éjszaka, hangsúlyozom, a legolcsóbb éjszaka, 4000 euróba kerül egy hmm. éjszaka. A Tehát van, okor, van, így. van drágább nyaraló sok övezet olyan. a világon, mint a Balaton. Igen. Igen. Mm -hmm. Nem sok. <laughs> Nem idejött. jött. De egyébként tavaly nyáron nem ugyanez volt? Nem ezzel a pacákkal, de szerintem ezt a hírt más szereplőkkel Ukrajnában már egyszer leforgattuk, meg megénekeltük, hogy ugyanígy a háború kellős közepén elmentek nyaralni. A Zelenszki akkor is kiakadt, akkor se történt semmi. Hát ez a kultúrájuk része, mit mondjak erre? De jó, csak ugye más férfiakat meg nem engednek ki az országból. Igen, de tavaly is ez volt, hogy más férfiakat nem engedtek ki az országból. Én leragadtam ennél a ezer eurónál. Mondtad a horvátországi luxusnyaralásunkat. Tietek az többek? És azon nem? gondolkodtam, hogy... Ha még, még abból, két hónapot a, a, maradtok, akkor is lehet volna mi hárman ott voltunk egy hétig, abból ebben a szállodában talán egy négy-öt órát is eltölthettünk volna. <gül> 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 És akkor most itt helyezünk el egy reklámot, a Hotel Zavicáit reklámozza a Robert Pák szigetén. Nem is tudom, hogy Radics élek, a Vlasicsi településen. Így van, és Radics, Radics Tibor, igazgatásában Innen, is üdvözlő. És a rendezésében. Na jó, jövő, jövőre megkapod a kedvezményes kupont az ingyen reklámért. Nem, egyébként én még gondolkodtam, hogy... a érdemes, szeptemberben igen, érde igen érdem, hogy most a, a szerveznek ilyen, ilyen focikupát Igen. szeptemberbe, és uh, pont Igen. azt beszéltük, hogy miért nincs a Hír TV nek csapata. Az éve... jó, csak te arra menni akarsz, de mikor te mész, én helyettesítlek a vezércikbe, én meg szeptemberben szüretelek, úgyhogy nem mész sehova. A te a múltkor hogy nincs is bor, nem is lesz borod, mert de na tényleg, mesélj a szőlőről. De a napalmal permetezek, úgyhogy azt nem kell érlelni. Tesz bele egy kis. Mit tettek az egri borászok bele, jobban csúszson? E tanult, nem e tanult. E Melyik, csak valamelyik. csak Volt igen a fagyáló volt. Fa, nem fagyáló, valami El, az, az, az a zsarom. borhamisítási botrány volt, nem. Az volt. egy konkrét, igen. az a La Fiesta volt, nem? Én nem tudom. <laughs> várjuk a periratot Robi. Várjuk a periratot hotel. Zavicsájba, Vlasicsiba, ahol mélymegyű gyakorlaton vörö... veszünk részt. Nem, valamelyik vörös laboratív, laboratív, Na jó, ö, Te jövő héten is elmész szabadságra. Igen. De pénteken mondjuk tudnánk. De mondjuk, nem tudnánk. Nem, nem tudnánk. Ja. Na hát akkor látják. Két hét az van, Nem hogy Hóber, mi de... itt elfeküdnénk gyakorta, de hát, hát nyugodtan. Nyugodtan de... helyettem is. Vagy nélkülem is, én telefonon például szívesen bekapcsolódom. Tényleg látod, most itt az egyetlen ember, aki mindkettőnket helyettesít. Igen. Na. Egyedül beszélgessek itt? Szerintem az se hülyeség. Gergely, aki feldolgozza a szorongásait a munkával. Ez volt a közéleti elfekvő, M. Kovács Pejak Gergely. És, és velkovács. most további, További kellemes nyaralást a kongó balatonparton